Ezt a nyugodt és hívogató tájat szemlélhette 200 évvel ezelőtt, a falu fölött őrködő Csicsaldombról, az egykori Glóriátről, a kilátóról Báró Józsika Miklós, a magyar romantikus regény megteremtője, aki nagyszüleinél magyarfenesen nevelkedett. És ez a büszke, hegyekövezte virágzó völgy várja azóta is mindazokat, akik pihenni, feltöltődni térnek ide-vissza egy-egy fárasztó munkanap után. Akik hazalátogatnak, első alkalommal járnak itt, vagy újra és újra visszatérnek élményért, barátságért, jó szóért. Mert otthon ez a falu, meghitt és barátságos az itt lakónak és a vándornak egyaránt. Magyarfenes Kolozs megyében, az Erdélyi Szigethegység keleti peremén, a gyalui havasok lábánál terül el. Kolozsvártól 20 kilométerre délnyugati irányban, az A3-as, azaz Észak-Erdélyi autópálya mellett, a 107-es M megyei út mentén, a Fenespatak völgyében található Torda-Szent László községhez tartozik. Kalotaszeg utolsó szórványaként az úgynevezett Felszeghez tartozó település. Lakói büszkén vallják magukat kalotaszeginek, az évszázadokon át őrzött patinás népviseletet konfirmáláskor egyházi és közösségi eseményekre még felveszik. Nem is olyan régen, szinte teljes egészében magyarok lakták. Jelenleg több mint 900 főt számláló lakosságának mintegy 92%-a magyar. A többi román nemzetiségű. Magyarfenes feltehetően Szent László király idejében jött létre. Első írásos említése 1320-ból való, a vatikáni irattárban található. Legrégebbi épülete katolikus temploma, az 1241-42-es évi tatár dúlás után épült. Falait 14. századi bizánci jellegű értékes freskó töredékek díszítik. A templom keleti falán lévő szentély freskó a legrégebbi és egyben a legjelentősebb. Három részből áll, baloldalt a keresztre feszítés, középen Veronika kendője, jobb oldalt a sírjában fekvő halott Krisztus, az Imago Pietatis látható. A falu református temploma 1821-ben épült. Őrzi még a Józsika család és Leány Ágon leszármazottainak címerét. A településen 1606 óta van magyar tannyelvű iskola. Ezt bizonyítja a katolikus templom falára rótt feljegyzés. A falu takaros, lakói szorgalmasak, nyitottak és barátságosak. A nagyváros, Kolozsvár közelsége miatt a falu a térség egyik legkorábban polgárosodó települése volt. A magyarfenesiek már a 18. században ingáztak, úgymond. Napszámosként a kolozsvári szőlősdombokon dolgoztak, de voltak a faluban gazdák, szekér- és kerékcsinálók, molnárok, fazakasmesterek, kereskedők, ácsok, kőművesek. Ma is sokan dolgoznak az építkezésben. A falu híres, megbízható és jó szakembereiről sokan hallottak. A múlt század közepétől sok-sok magyarfenesi építő dolgozott külföldön és dolgozik ma is. Viszi a falu jó hírét szerte a nagyvilágba. A magyarfenesiek vendégszeretők, többen falusi vendégfogadással foglalkoznak. A turistákat étterem és több panzió is várja a faluban.
Sokan céget alapítottak, üzletet nyitottak, és vannak, akik növénytermesztéssel foglalkoznak. A falu híres szülöttje Balázs Péter festőművész. 1919-ben született Magyarfenesen. Úgy indult a nagyvilágba, mint a mesebeli kislegény, kopott ruhában, de tarisznyájában három csoda fegyverrel, a tehetséggel, a hazai táj melegével és az itt lakó emberek szelídségével. Így kelt útra a segédmunkás kisfiú édesapjával, a falu tanítójának, Meskó Károlynak biztatására, és Kós Károly híres erdélyi építész grafikus író ajánlásával, hogy jelentkezzen festőnövendéknek Kolozsváron, Szolnai Sándor festőművész műtermében. És akárcsak a mesében győzött a jó, a tehetség. Festményeit szülőföldje ihlette, alkotásai tájképek, városképek, csendéletek, kompozíciók, író és képzőművész portrék. Első egyéni tárlatát szülőfalujában, Magyarfenesen rendezte meg 1969-ben. Fia Balázs László iparművész ezt írta róla. Sokszor hazalátogatott Magyarfenesre, özvegy édesanyját segítette, nyáron heteket töltött a szülői házban, festette a jellegzetes magyarfenesi tájat, a falut, a Csicsalhegyet, a vörös agyagos partszakaszokat, az embereket. Szebbnél szebb tájképeinek fő ihletforrását, Erdély bebarangolt vidékei, a Maros völgye meg a Szászvárosok jelentették. A falu Kolozsvár felőli bejáratánál Barta Ernő szobrászművész szénaszobrai fogadják a látogatót. A szoborpark művészeti és közösségi eseményeknek is otthont ad. A vegyeskar a 19. században alakult kórus hagyományait őrzi és viszi tovább, de hagyománya van a faluban a színjátszásnak is. A magyarfenesi stúdiószínpad előadásait nem csak a falu, de a szűkebb és a tágabb régió közönsége is díjazza. A labdarúgó csapat és az általuk gondozott sportpálya a falu másik büszkesége. Az immár negyed évszázada az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen évente megszervezett Magyarfenesi Napok rendezvénysorozat sok érdeklődőt vonz. A közösségi ünnep találkozási pont, bejelölt esemény a naptárban, a helybélieknek, az elszármazottaknak és az idelátogatóknak egyaránt. A kapu nyitva, hogy te is bejöhess rajta.